Sziasztok! Az előző videóban a három fő ajurvédikus testtípus közül a vátadósa tulajdonságairól beszéltem nektek, a mostani folytatásban pedig a pitta testtípus jellemzőiről lesz szó. Hogyha esetleg nem láttátok még ennek a videónak az előzményeit, akkor mindenképpen javaslom, hogy először azokat nézzétek meg, mert az ott elhangzott infók szükségesek ahhoz, hogy biztosan értsétek a mai témát is. Azt már említettem korábban is, hogy minden ember mindhárom dósát, tehát mindhárom testtípus, vagyis a váta, pitta és kaffa tulajdonságait is magában hordozza, csak különböző arányban, tehát hogyha szeretnétek megállapítani, hogy melyik ajurvédikus testtípusba tartoztok, akkor a rátok legjellemzőbb tulajdonságokat kell figyelembe vennetek, vagyis azokat, amelyek nem csak az utóbbi rövid időszakban, hanem akár gyerekkorotok óta érvényesek rátok. A pitta testtípusba tartozó embereknek lehet egészen filigrán, de kifejezetten izmos testalkata is, a testsúlyuk pedig teljesen átlagos. A bőrük évszakoktól függetlenül meleg és nyírkos tapintású és nagyon érzékeny, tehát hajlamos a leégésre és a pigmentfoltok kialakulására is. A hajuk vékony szálú, puha és általában korán őszülnek, a férfiaknál pedig a kopaszodás is jellemző, a fejformájuk általában teljesen átlagos, tehát se nem túl kicsi és keskeny, se nem nagy és kerek. A szemük szintén nagyon érzékeny és könnyen kipirosodik, az orruk közepes méretű, de szögletes és hegyes is lehet, az ajkaik pedig általában pirosak. A fogaik átlagos nagyságúak és gyakoriak náluk a fogíny problémák. A körmeik puhák és rózsaszínűek, a kezük pedig közepes méretű és meleg nyírkos. A pitták étvágya mindig jó, az emésztésük pedig gyors és szabályos, de hajlamuk lehet a hasmenésre is. Ezen kívül nagyon sokat izzadnak, az izzadságuk pedig gyakran savanyú szagú, a vérkeringésük jó, tehát rájuk nem jellemzőek a hideg végtagok, és a mozgásuk energikus és céltudatos. Érzékenyek a napsütésre, a melegre úgy általában, így a szaunára is. Gyakran felébrednek éjszaka, és nagyon intenzív, szenvedélyes álmaik vannak, és hogyha egy pitta nincs jó paszban, akkor ezek sajnos kifejezetten megterhelőek is lehetnek. A pitta emberek hajlamosak az olyan negatív tulajdonságokra, mint a harag, a gyűlölet, a féltékenység és a kötekedés, és gyakran idegesek, lobbanékonyak, és olyan dolgokon is bosszankodnak, amiket nem tudnak változtatni, ugyanakkor kifejezetten intelligensek, érdeklődőek, és éles eszük jó memóriával párosul, ráadásul még megbízhatóak is. A beszédstílusuk meggyőző, világos, érthető, sőt lehengerlő is lehet, de a vátákkal ellentétben ők hagynak másokat is szóhoz jutni. A pittákban az öt őselem közül a tűz dominál, és azok, akikben a pitta dósa domináns, állandóan új tudásra és információra vágynak, sokat gondolkodnak és szívesen analizálják a dolgokat, és a teljesítmény és a verseny is nagyon fontos számukra, mert eléggé hatalomvágyóak, és mindig szükségük van ellenfelekre, akiket legyőzhetnek, de általában nagyon öntudatosak is, szenvedélyesek és hajlamosak arra is, hogy gőgösek és arrogánsak legyenek, és az ilyen típusú embereknek mindig szükségük van célokra és új kihívásokra is, nagyon igénylik azt is, hogy a teljesítményüket folyamatosan értékeljék. A pitták nagyon fegyelmezettek és pontosak, és hajlamosak arra is, hogy túlzottan pedánsak legyenek, de pont emiatt mindig tartják magukat a szabályokhoz és a megállapodásokhoz, és ugyanezt természetesen másoktól is elvárják. A felfogásuk gyors, és a tanulás során gyorsan meg is jegyzik az új dolgokat, és a hangulatuk pedig általában elég kiegyensúlyozott, de hajlamosak lehetnek a dükitörésekre, hogyha felbosszantják őket. Egy pitta ugyanakkor imádja, hogyha más emberek csodálják, viszont ő gyakran kioktat és kritizál másokat, és megpróbál mindenhol ő irányítani. Szeretik a sportot és a testmozgást, de ebben is, mint minden másban, teljesítményorientáltak, és imádnak másokkal versenyezni, de a kitartásuk általában csak közepes. Szívesen költenek luxus dolgokra és státuszszimbólumokra, és pénzügyek terén pont emiatt hajlamosak lehetnek rizikós dolgokba is belemenni. Az élvezeti cikkek közül leginkább az alkohol, cigaretta, kávé és izgató drogok keríthetik őket hatalmukba. A pittákat leginkább a sportok, versenyek és az ismeretek felhalmozása, vagyis a tanulás érdekli. Szeretnek például előadásokat tartani, filozofálni, tervezni és kutatni is, ezért közülük kerül ki a legtöbb politikus, tanár, tudós, feltaláló, sportoló, jogász, rendőr vagy menedzser. Ahhoz, hogy egy pitta testtípusú ember kiegyensúlyozott tudjon maradni hosszú távon is,
Nagyon fontos, hogy rendszeresen ki tudjon kapcsolódni, és ki tudjon törni a hétköznapok egyhangúságából, és nagyon jót tesz nekik az is, hogyha kerülik a forróságot és a tűzőnapot, és édes, keserű és fanyar ízvilágú ételeket és hűvös italokat fogyasztanak. De fontos még, hogy amennyire lehet kerüljék a stresszt, a vegyszerek használatát a háztartásban és a bőrápolásban is, és a forró, savanyú, csípős és sós ételeket, mert ezek mind tovább erősítik a pitta dósát, a cél pedig esetükben nem ez, hanem a kiegyensúlyozás. Az elmondottak alapján biztosan sokan magatokra ismertetek most is, de akik ezúttal sem, azok mindenképpen nézzék majd meg a sorozat következő részét, amiben a harmadik fő ajurvédikus testtípus, a kaffa tulajdonságairól lesz majd szó. Hogyha nem szeretnétek lemaradni róla, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg, és hogyha hasznosnak találtátok és tetszett ez a videó, akkor köszönöm, ha lájkoljátok és megosztjátok másokkal is, akiket érdekelhet, és hogyha kérdéseitek vannak az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor most is, mint mindig, azt a kommentek között feltehetitek. Találkozunk hamarosan, addig is legyen nagyon szép napotok, sziasztok!